Szeretettel köszöntünk mindenkit itt a, ez ennek a helynek a debütálása, és én Dr. Kutmer Ádám vagyok, én vagyok ennek a helynek a kitalálója, vagy legalábbis én gondoltam, hogy itt ilyen kamara kiállítások legyenek, és hát mint látszik, kamara kiállítása. Kezdtük ezt a dolgot szervezni, nem pedig ilyen nagy rendezvény, de hát természetesen ugye Egyfert János mindig egy csomó be tud vonzani. A megnyitó beszédet is én fogom tartani, fel is kezdenénk ezt a dolgot. Egyfert János egy másik perspektíva. Egyfert János egy másik perspektíva című kiállításának anyaga, egy olyan kurátori válogatás, amelynek célja, hogy feltárja és elemzés alá vonja a Balogh Rudolf díjas fotoművész által megalkotott szürrealista vizuális világ mögött húzódó alapelveket. A három kamerateremben megrendezett kiállítás struktúrált formában prezentálja ezen világ genezisének, jól definiálható, de időben párhuzamosan fotóforrásait. Lehalkítunk kint, János, jó? Ennyi sok között. Igen, minden teremben teszolsz. Tehát akkor a három kamerateremben megrendezett kiállítás struktúrált formában prezentálja ezen világ genezisének jól definiálható, de időben párhuzamosan futó forrásait, ezáltal szemléltetve a művészi univerzum komplex és több irányú eredetét. Egyfert János 17 évig volt a Honvéd Tánc Együttes táncosa. Vizuális nyelvét alapvetően határozza meg az a kettős, vagy még inkább összetett tudat, amely abban az önreflexióban gyökerezik, amely során a táncosnak folyamatosan reflektálnia kell saját testi valóságára és mozgására, valamint arra, ahogyan ezt a közönség érzékeli. Éppen ezért a kettős tudat véleményem szerint nem csupán Egyfert János egyik főművének a címe, hanem művészeti alapelvként is értelmezhető, amelyben a lélek egyfajta zavartalan önműködése által hivatott kifejezni a gondolkodás valódi működését. Ez André Breton szavait használtam fel az idézethez. A sors különös ironiáját tükrözi, hogy éppen a szürrealista kiáltvány megjelenésének 100. évfordulóján mutatkozik be egy rendkívül dokumentarista jellegű kiállítással az a művész, aki még az analóg fotográfia korszakában jóval a digitális képszerkesztő programok elterjedése előtt kezdte meg álomszerű világainak, vagy ahol olyan ő nevezi új valóságainak a megalkotását. Egyfert János vizuális struktúrájának három alappillérét mutatja be ez a kiállítás. Az első teremben, azaz itt, ahol most így a többség áll, az MT-s report képei és alkalmazott fotós munkái láthatóak. A második kamerateremben itt közvetlenül mellettünk többnyire színes építészeti részletek láthatóak, amelyek olykor már a geometrikus absztrakciónak a határait súrolják. A harmadik legkisebb teremben pedig az utazások során készített rendkívüli érzékenységről és humorról tanúskodó köztéri jelenetek vagy street fotók kaptak helyet. Az a merev szögletes elrendezés, amely a kiállítás falain dominál, eltér a szokásos Egyfert kiállítások hangulatától. Ez egy kurátori döntés, amelyet vizuális metaforaként értelmezendő, amely azt hivatott sugallni a látogató számára, hogy a képek által alkotott téglafalszerű struktúra egyfajta alapot képez egy későbbi elmondott vizuális világ számára. A kiállított több mint 80 kép túlnyoma része eddig még nem került a nagy közönség elé. Mivel a mester eredetileg nem tervezte ezen munkák bemutatását, hiszen saját szavaival élve ezek csupán szép képek, nem pedig művészi szándékkal készült alkotások. Ennek ellenére néhány kép még az ő véleménye szerint is kiemelkedik a többi közül, nem csak fizikai méretében, hanem a későbbi életműre gyakorolt hatásában is. Bár még ezen képek létrejöttében is jelentős szerepe volt annak, amit Cartier-Bresson a döntő pillanat megragadásának nevezett, már előrevetítik azt az egyfertű árszpoétikát, amelynek egyik központi eleve így szól, a fotográfia nem csak a pillanat, hanem a gondolkodás művészete is. Ez a kiállítás ugye három embernek a munkája, Egyfert János, Sasztinszky Dániel és Taranna Máriát ott bújtak meg a fényképe mögött.
Én ezekkel zárom gondolataimat, és akkor átadnám Jánosnak a szót. Hát köszönöm szépen. Megtisztelő volt az, hogy hónapokon át a régi, nekem már elfelejtett képek sorából kiemeltétek ezeket. És ahogy mondtad is, tényleg úgy volt, hogy amikor én elkezdtem fényképezni, akkor még képességem se volt ahhoz, hogy kiállításokon díjazott képek szülessenek, vagy fotoművészeti alkotások. Örültem, hogy egyáltalán akiket fényképeztem, sikerült így a képbe komponálni, és szándékosan meghagytuk az eredeti tipikus amatőr hibákkal talpított képeket, tehát nem dolgoztam föl, hogy keményebb, meg elfogadhatóbb legyen. Úgyhogy, de ezek a technikailag is általam kérdésnek tartott dolgok, mégis olyan dolgokat, olyan valóságot mutat, amire én akkor nem is gondoltam. Mert megkértek a kollégáim, születésnap, óvoda, mit tudom én, a különböző helyszíneken bemutatni őket, és így utólag a mai szemmel tulajdonképpen amit a street photography tud, az az őszinteség, hogy nem átrendezni, berendezni, bevilágítani, instruálni a szereplőket, hogy magát az életet. És akkor így a pacsirta televízió, vagy rádió, meg hogy nézett ki, hogy öltöztek az emberek, ott a barátom éppen az esküvőre érkezvén, vagy hogy milyen motorok voltak, hogy milyen volt egy roller, amit az egyik ügyeskező Takács István gyárba dolgozott, és akkor hegesztett, vágott, összeállított egy kis kerékpárt a gyerekének. Tehát ilyen szempontból azt kell mondanom, hogy a fotográfia nem csak művészet, hanem kordokumentum is lehet, és akkor én még nem tudtam, hogy vannak műfajok, örültem, hogy egyáltalán megszületett az a pici baba, a kolléganőt fényképeztem bele, vagy hogy látjátok, tehát nincs művészkedés, és mégis abból a korból megszülettek azok a nagy képek, például a Nyár is, amit 1978-ban készítettem. És mellette, körülötte olyan fotók, amik itt például egy ilyen szállítmányozó vállalatnál, hogy az akkori, hogy néztek ki a logisztikai eszközök, a számítógép. Itt például Urbán Tamás, Révész Tamás, Hendő Károly a sajtófotókat sűrűznek éppen 1960-ban. Hát ez csodálatos világ. Ezek az emberek, Hendő Károly természetesen nem él, de hát a Révész Tamás, aki a WordPress fotót szervezi, és évtizedek óta, és én részese lehettem tulajdonképpen a közelségüknek, csak közben ilyen turbinaszerelés a Gauss hajó és darugyárban, és közben pedig a Nyár is megszületett. Érdekes egyébként, hogy a Lobogó című lapnak voltam a fotoriporter munkatársa, és 1978. május 1-én a pécsi
na, hogy is mondják már, ilyen bányász ünnepséget fényképezni küldtek le. A Pécsváros határában ott tömpölgött rajta az országúton a nyáj. Én elfelejtkeztem ám a feladatról, leállítottam a zsigulit, és akkor dombra-dombra követtem őket. Szerencsémre büntetésként nem fizették ki a napi díjat, a kilométer pénzt sem kaptam meg. Mégis az egyik szerkesztő rájött, hogy amit hoztam helyette, az egy kétoldalas riportnak, a képriportnak kaptam helyet. És olyan visszajelzések jöttek, hogy a főszerkesztő visszavonta a büntetésemet, úgyhogy akkor azt hiszem 65 forint volt a napi díj, tehát ott kifizették. És hogyha többen... Én azt javaslom, hogy megnyitnám a kiállítást, van kint egy kis fény, és a leglevegőtlen teremben álltunk meg, úgyhogy a mindenki, a mesterrel beszélgessünk egy picit, így a mindenki, hogyha akkor így a kint ott találtok valami kis italpogácsát, és a mester meg folytatja tovább a dolgot. Mert jó, egy fotót szeretnénk majd közösen a Danival, amit van majd. Ja, jó. Köszönjük szépen. Hát amit csak én... Dusz tovább mesélni, igen. Csak közben érdekességként mondom, hogy apám 56-ban diszidált, és Torontóba kötött ki. Családja, egy húgom is született ott, és időnként 3 hónapra meghívott bennünket. 77-ben az öcsémmel, Béla öcsémmel voltunk ott, és akkor volt egy döcs, egy nagy darab autó, ott persze minden autó nagy darab, és akkor Toronto, Florida útvonalon ellátogattunk New Yorkba, Washingtonba, akkor ott a Floridába, a Kennedy Space Center, meg mindenféle dolog, és éppen akkor csodálkoztam rá ezekre a hát felhőkarcolókra, akkor tényleg kivételesen érdekes és rancolók volt, és akkor vettem 150 dollárért egy ilyen fisáj forzatszót, előtétet, amit nem passzolt a szűrőfoglalatba, de szigetelő szalaggal erősítettem a gépet. 3 hónapig le nem került ez a dolog, és szinte minden tavval fényképeztem. És közben olyan érdekességgel is találkoztam, a New York-a szabadság szobrot éppen akkor 50 évenként újítják föl, ilyen fölállványozott, úgymond, na, hogy mondják, állapotban. És csak érdekességként mondom, hogy ez a kép abban a 68-ban készült Kairóval, az a Csacsi Fogad című kép, a világkiállításon, ahol a világ legszebb fotói szerepelne, szóval lesz a kiállítás, ez a két kép szerepel magában. Én nem is gondoltam, hogy mindegy, különböző bőrik vannak, különböző megmérettetés, azért érdemes komolyan venni ezeket a dolgokat. És a közben ezekről egyáltalán gondoltam, hogy egy falma megmutatásra érdekesek, mert számtalan hibát fedeztem föl, meg igazán az ember próbálja a legjobbakat kiválasztani. Szerencsére a Talmanna Mari és a Kutner Ádám hónapokon keresztül pogaláztak ott a tanívóban, és teljesen szabad kezet kaptak, úgyhogy az ő érdemük
a kiállításot, akkor az ő felelősségük, hogy ezek a képek kerültek arra. Hát a közönség dönti el, hogy bárbelegetés, ölelés, vagy pedig egyszer. Hát, jobbat is választhatjuk volna. De kétségtelen, hogy kicsit jellemzi is a munkánkat, mert hogy a napi munka során több száz vagy több ezer kép készülhet, de mégis valami miatt mindig kiemelődik egy kép, például a New York-i Brooklyn Bridge, ez sokat szerepel, sőt az idősebbek talán emlékeznek, hogy a Váci utcában volt egy fotoművészeti galéria, a főfotó fennhatósága alatt, 15 évig működött, és pont a fényképezés 150 éves évfordulója évében szűnt meg, hát gazdasági okok miatt. Ez a kép 100 meganyáj, sorszámodó szignált példányba, 100-100 példányba kelt el. Tehát érdekes dolog, hogy ennyi, tehát az ember komolyan veszi a hivatását, még akkor is, hogyha amatőr, tehát hogy nem abból él. Jóval többet dolgozunk, mint amennyi kiválasztódás során végül is publikált, kiállított kép válik. Úgyhogy örülök, hogy a kurátorok felfedezték magukat, meg felfedezték azt, hogy hát ő volt a legütésálló. Igen. Várjál, Dani, nincs itt? Van a Dani. Jó, nem az, aztán utána meg... Tehát, hogy az ő felelősségű, vagy a felelősségű ezeknek a képeknek a válogatása. Köszönöm szépen a munkátokat. Köszönjük, csak a felelősségű elmentem János Vanyazért. Akkor... Megmondom őszintén, nekem egy kicsit furcsa, hogy itt a monitorokon is itt... Igen, majd ezt később felhangosítjuk. Ádám felvette Jánosnak különböző videókat. Az én ízlésem szerint túl sok van belőle, de remélem, hogy a képek ráerősítenek, hogy nagy ember vagyok. 178 centi. Igen. Hány centi van? Nem tudom. Anna Mária? Anna Mária, gyere vissza! 180 volt a fejlő. Vagy nem tudom, a fölött a tolcáján nagyobb emberek is van. Csinálj egy fotót ott, jó? Valakit meg kell, mire csinálsz egy fotót? Jó. Ebben a fölsőben, fölsőben a fölsőben is. Más nem is látok, az alsó nem fényképes. Elvileg. Van olyan, amit nem ő követ? Ugye, ahi már miért képes, ugye. Na.